Sziasztok srácok, eljött ez a nap is, voltos műszakot nyomunk, mondhatjuk azt, hogy műszakot, mert ugye elvileg a voltnál nem kell műszakokat foglalni, vagy hát nem is tudsz nagyon műszakokat foglalni, csak hogy rögtön a közepébe vágjak a dolgoknak. Viszont a frissen induló zónáknál ott vannak kiírva műszakok, ugye ott fix 2000 forintos órabér van, és én most egy ilyenben vagyok, 9-től 1-ig van egy ilyen lefoglalva nekem, és ez fixen 2000 forintos órabért jelent, azon kívül egyébként mást nem, és hát nagyjából ennyi, tehát az lenne a cél, hogy minél kevesebb meló legyen ebben a foglalt műszakban. 1-től 5-ig vagyok foglalt nélkül, és akkor 5-től 7-ig meg megint foglalt van, csak hogy egy ilyen napot nyomjunk, de most vettem fel kaját. Ugye a boltnál, ha az autós felszerelést kéred, akkor 2 táskát kapsz, kapsz egy ilyen kisebbet, nem tudom mennyire látszik, ez elvileg a hidegen tartó, és van egy ilyen nagy lóbaszó, ez most semennyire sem látszik, mert ide be van rakva, ez meg a melegen tartó, arra mindenképpen figyeljetek oda, hogy a hidegen tartóban meleg ételt nem szabad szállítani, mert először a Volt figyelmeztet, erre küldtek egy hírlevelet, csak onnan tudom, először figyelmeztet a Volt, hogy ilyet nem szabad, és utána lévő alkalom, hogyha ezzel valaki lebukik, tehát nem úgy szállítja ki az ételt, ahogyan kell, akkor meg is válnak tőle, úgyhogy meleg ételt mindenképpen a nagy lóbaszú táskában szabad kiszállítani. Ugye a Voltnál az a legjobb, hogyha minél távolabbi címeket kapsz, a Voltnál tudsz a McDonald'sból több címet is elvinni, csak hogy most így nagyon össze-vissza elkezdjem darálni nektek a dolgokat, amivel most a Foodpandánál próbálkoznak néhány zónában, így a McDonald'sokból, vagy hát néhány McDonald'sból most próbálkoznak azzal, hogy akár több kiszállítást. Én nem tudom egyébként, hogy eddig miért nem volt, mert szerintem sokkal, de sokkal jobb lenne, tehát főleg mondjuk egy olyan zónában, mint Vecsés, ahol a McDonald's pörög a legjobban, azért az egy tök jó dolog lenne, hogyha egyszerre mondjuk többet el tudna vinni az ember. Ezt most rövidre visszük, úgyhogy igazából én mindjárt oda is érek. Ugye egy van egy alapdíj, van egy alapcímpénz, ami 600 forint, van távolságdíj és evétpénz is. Most ezzel kapcsolatban egyébként ennek jobban utána kellett volna néznem, mert azt hiszem, hogy van, hogy 1 kilométer után van, hogy fizet neked 200 forintot 500 méteren, valahogy így van. Bár nem is emlékszem pontosan, és nekem azt tudom, hogy a G-épület kell. Úgyhogy mindjárt meglátjuk, hogy ez hova. Azt tudom, hogy ez az A, az a C, arra rá volt írva. Ott látok egy elbetűt. Ez a... Várjál. Fú, nem tudom. Úgyhogy... Ugye a fizetési rész az, hát valójában így néz ki, ez egyébként, ha jól tudom, a budapesti zónákra és az ahhoz tartozó, tehát a Budapest vonzás körzetéhez tartozó zónákban ebben nincsen különbség. Itt ugye sokkal nagyobb zónák vannak, nem úgy, mint a Foodpandánál, ott külön Center, külön Újbuda, külön Óbuda, meg külön Zugló, külön Újpest, meg ilyenek. Itt van Észak-Pest, Dél-Pest, van egy nagyobb Budapest zóna, van még azt hiszem talán budai zóna is talán, van Budaörs, hát és még biztos van egy-kettő, de jóval nagyobb zónák, mert ugye így legalább jó távolságdíjat lehet összeszedni. Most annyi dolog van, amiről érdemes lenne beszélni, de biztos nagyon sok mindenki fog majd maradni, úgyhogy ha bárkinek bármi kérdése van, akkor nyugodtan írja le, és amennyire tudok válaszolok még. Voltozással kapcsolatban egyébként sok tapasztalatom nincsen, mert most is egyébként ez még ilyen másodállás nekem, csak nem találtam délelőtre ide Foodpandás műszakot, viszont találtam ilyen kiírt műszakokat a Voltnál, úgyhogy azokat lefoglaltam, meg akkor még délutára is találtam egyet, úgyhogy a Foodpandás műszakomat azt dobtam, mert nem nagyon volt kedvem itt maradni késő éjszakaig, mert egy olyan műszakom lett volna. Hát az a cél számomra, hogy mindenképpen átálljak majd a Voltra. Nem azért, mert mint hogy olyan hülye komoly problémáim lennének a Foodpandával. Ez a műszakhírásos dolog, ez annyiban jó, hogy mint a Foodpandánál, hogy legalább tudsz egy fix pénzzel számolni, ugye egy fix órabért, és akkor onnantól kezdve még amennyit kiviszel, ahhoz ugye kapsz még új lóvét. Tehát főállásban én azt gondolom, hogy ez valamivel talán
jobb, de kiszámít, inkább azt mondom, kiszámíthatóbb. De van, aki sokkal jobban szereti a boltot, én nekem ez például tényleg azért tetszik, mert jó, most még előre kiírt műszak vagyok, ezért még nem tudok offline menni, de délután 1 és 5 óra között, hogyha nekem nincs kedvem itt lenni, akkor csak offline-ra teszem magam, és akkor kész, hazamegyek. Hogyha úgy van, de szerintem itt fogok maradni, mert viszonylag jó távolságdíjak vannak, mert itt a vecsési zónába beletartozik gyál is, ami azért légvonalban, ott azért össze tudnak jönni ilyen 5-6 kilométeres címek, és ugye a légvonalban nézi itt a távolságokat, tehát nem úgy, mint a Foodpandánál ilyen Manhattan módszer. Amit észreveszek magamon egyébként, amikor voltozok, hogy sokkal, nem is tudom, nem higgadta vagyok, bár mondjuk Foodpandánál sem szoktam nagyon stresszelni, csak ott azért gyakran van, már egyre gyakrabban van az, hogy itt tele van a tököm az egészen. Főleg, hogyha egy olyan címet kapok, ami jó, hosszú, és tudom, hogy nem fog érte járni pluszba a panda lépés, akkor az úgy el tudja venni a kedvem a napoktól, vagy attól a naptól, vagy amikor ettől a Mekitől átküldenek a másik McDonald'sba, ami szerintem egy olyan jó 8-9 kilométer, annyi nagyjából azért megvan, és az gyakorlatilag ingyen teszed meg azt a távolságot, és onnan kiviszel egy rövid címet, és onnan mondjuk visszaküld a rendszer ide. Itt ugye az van, foglalt műszaknál el kell fogadni minden címet, de amúgy meg nem vagy köteles elfogadni a címeket. Ugye tök mindegy, hogy címenkéti kiszállításban vagy, akkor csak ugye egy címet tudsz elvinni, egyszerre annyit kapsz. Ha párhuzamos kiszállításban, akkor akár egy étteremből több címet is kaphatsz. De nem vagy köteles elfogadni őket. Tehát, hogyha mondjuk innen átküldene engem valami gyáli kajáldába, most persze nyilván mennem kéne, de normál esetben meg azt mondom, hogy basszus, most autókázok, mert ők se fizetik ki azt a távolságot, és autókázok át oda, hogy utána elvigyem nem messze onnan, mert ugye itt látod azt is, hogy hova kell vinned, tehát a volt az megadja neked ezt a lehetőséget is, hogy te láthatod, hogy hova kell kiszállítanod majd azt a címet, amit adtak neked. Hát szerintem futár szempontjából sokkal, a rendszer az sokkal barátibb, viszont itt, hogyha nincsen cím, és nem ilyen foglalt műszak vagy, akkor gyakorlatilag malmozol. És az azért annyira nem király. És akkor óránként kiviszel egyet, arra kapsz mondjuk, most mondok egy példát, egy 1000 forintot, azért óránként egy cím 1000 forintért, az annyira nem jó, és akkor persze ilyenkor megvan a lehetőség, akkor hazamész a picsába, és akkor kész. De utána meg olyan, hogyha bepörög, akkor meg jössz vissza. Tehát, mert itt ugye látod azt, hogy mennyi, nagyjából, hogy mennyi rendelés van, mert így kiírja, hogy nyugis a zóna, normál, meg pörgős, tehát ilyenek vannak. Hát nem tudom, én úgy veszem észre saját magamon, hogy nekem anyagilag sokkal jobban megéri a Foodpanda, viszont valahogyan már inkább erre a rendszerre vágyom. Most arra leszek kíváncsi, hogy utasok szempontjából, csak egy kicsit ilyen privátabb dolgot is belevigyek, hogy utasok szempontjából hogyan alakul a január, és hogyha ott azt veszem észre, hogy már úgy kezd visszafejlődni a dolog, akkor szerintem februártól teljesen, majdhogy nem teljesen át fogok állni a voltozásra. Tehát ez majd még a jövő zenéje. Tehát így összefoglalva, hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami kevésbé, mondjuk lehet, hogy egy kicsit egy ilyen katyvasz nektek ez az egész videó, mert itt belekezdtem nagyon sok mindenbe. Ami nekem tetszik az, hogy kötetlen a munkaidő, itt abszolút kötetlen a Foodpandánál, és persze, hogyha nem akarsz, nem veszel fel műszakot. Itt úgy érzem, hogy még kötetlenebb valamivel a munkaidő, kivéve, hogyha foglalt műszak vagy, mert ugye akkor azt le kell nyúlni, de hát ugye ez nem minden zónában van. Csak azokban a zónákban, amik mondjuk nemrég indultak, és fontos az, hogy le legyen fedve a zóna futárokkal, tehát ezért vannak kiírva a műszakok. De például a budaörsi zóna az így indult, és kb. Egy hónapja már nincsenek kiírva oda műszakok, mert azt mondták, hogy annyira beindult, hogy most már mindenki menjen, amikor akar. Most már kialakult, gondolom, itt nézték a statisztikákat, meg ilyesmi, és akkor ez alapján úgy döntöttek, hogy oda már nem kellenek kiírt műszakok. Szóval ez a része is tetszik. Számomra valamivel talán jobban tetszik az a maga az applikáció. Azt tetszik, hogy látom, hogy hova kell vinni, akár a fejben meg lehet tervezni. Tetszik az, hogy nem kell elfogadni minden címet, ugye kivéve, hogyha a foglalt műszak vagy, mert akkor ugye azt el kell vinni. Aztán az öltözék is valamivel nekem így
jobban bejön, bár nagyjából ugyanannyit kapsz, mint a Foodpandánál, annyi, hogy ott két pólót kaptam a Foodpandától, a Volttól meg egy pólót kaptam, de ott is járt két kabát, egy ilyen szélcseki, meg egy ilyen melegebb téli kabát, aztán, bár mondjuk ez az autós, tehát most azt tudom csak nektek mondani, amit az autós kap, ugye kapok két táskát, bár mondjuk erre majd mindjárt vissza fogok térni a táskáram, azzal nem feltétlen vagyok annyira elégedett. Tehát ruházatban ugye összességében sok különbség nagyon nincsen. Hát úgy ezek. Megmondom, valahogyan olyan nyugodtabb, higgadtabb vagyok, bár mondjuk mondom, a Foodpandánál se csesztem fel nagyon az agyamat, de amit mondtam, hogy olyan szabadabbnak érzi magát talán az ember. És akkor jöjjenek a negatívumok, nem lesz belőle annyira sok. Az egyik a táska, ugye kettő táskát kap az autós futár, ugye van egy hidegen tartó, az a pici, meg van egy melegen tartó, ugye ez a nagy, és a melegen tartóval még annyira nincsen probléma, szerintem az tök fancy, hogy akkor így ki tudom kapni, és akkor a vállamra tudom venni, és akkor úgy tudom átadni a sztajrit, hogy végig a vállamon van a táska. A hidegen tartóval van nekem olyan problémám, hogy valószínűleg, nem tudom, ezt aki voltozik, az írja már le, hogy ő is ilyet kapott-e. Az enyém lehet, hogy hibás, mert akik kollégákkal találkoztam, nekik ebben is volt, van egy ilyen oldalsó ilyen merevítés, tehát ilyen sokkal merevebb a táska, ez meg ilyen plöty, semmi ilyesmi nincsen benne, ugye egy ilyen cucc van, vagy ahol tudod fogni a táskát, és amikor így mondjuk tele van innivalóval, és így megfogod, így olyan, mint hogyha így lógnának azok az innivalók, és nagyon, de nagyon óvatosan kell vele közlekedni. Már csak addig, amíg kiérek az autóig, már úgy közlekedek, így lábújhegyen, hogy véletlenül se dőljenek el az innivalók. Úgyhogy ezt egyébként már terveztem, hogy írok nekik, hogy ehelyett lehetne-e mást, vagy ezzel, hogy ez most maradjon-e így. De mindig ki lehet bélelni ilyen McDonald's-os pohártartókkal. Ilyennel van nekem kibélelve, és ezzel még azt mondom, hogy úgy viszonylag élhető a dolog. De emiatt majd lehet, hogy fogok nekik írni. Ami viszont még nekem annyira nem bejövő, és az applikáció tekintve, ami egyébként felhasznál a barátok, de ezzel kapcsolatban is, aki tudja erre a megoldást, az írjon már, legyen szíves, mert hogyha le van zárva mondjuk a képernyő, akkor a Foodpandánál ugyanúgy csipog, megjelenik egy ilyen push üzenetként, hogy új fuvar, vagy új feladat érkezett. Itt viszont iOS-nél nem. Nem is csipog, legalábbis nekem abszolút nem csipog. Ha le van zárva, akkor nem látom, hogy nekem jött új feladatom. Tehát folyamatosan meg kell, hogy legyen nyitva az applikáció. Ami persze azt jelenti, hogy az aksit az folyamatosan szívja. De hát ugye töltöm minden a szivargyújtóról, vagy vettem külön emiatt egy powerbankot, mert amin volt, az már egy nagyon leharcolt darab volt. Úgyhogy amikor mit tudom én állok, és ugye nem tölti a szivargyújtóról a telót, akkor a powerbankról szoktam tölteni. Úgyhogy mondjuk erre is így nézve van megoldás. Összegben az, aki mondjuk már régóta voltozik, és esetleg még mellette futbandázik is, neki sokkal, de sokkal jobb viszonyítási alapja van, tehát ő azért sokkal jobban tudja, hogy melyik lehet az, amelyik jobban megírja, szerintem abszolút megoszlik. Van, aki sokkal jobban szereti azt, hogy lehet, hogy mondjuk a Voltnál kevesebbet keres, de mondjuk sokkal jobban tetszik neki az, hogy bármikor offline-ra teheti magát. Van olyan, aki úgy csinálja, hogy kimegy egy ebédidőre, hazamegy egy kicsit, és utána visszamegy és csinál egy vacsoraidőt. Ami még nekem egy kicsit fura az applikációban, az ahogyan a fizetéseket látod, hát ott néha, főleg ezek miatt a foglaltórás dolgok miatt, emiatt lehet itt egy kisebb katyvasz, és ráadásul, hogyha online borravalót kapok, akkor azt jóval utána látom csak, tehát nem feltétlen tudok, hogyha mondjuk én ezt írom egy Excel táblázat, vagy ilyesmi, akkor nem van, hogy órákkal később látom, hogy online kaptam én borravalót, és már eleve azt az összeget írom be, tehát nem számolok a borravalóval, holott úgy lehet, hogy jobb lenne ugye jobb lenne a fizú. Tehát jobban néznek ki amúgy a statisztikában, meg néha itt nem nagyon értem, de hát vannak azért érdekes dolgok ezzel az applikációval kapcsolatban, itt a fizetés, hogy itt a pénzügyi részén. A statisztika rész az teljesen jól működik, látod, hogy mennyit vittél ki, de amúgy így
ugye ennyi. A bónuszok szempontjából nagyjából ugyanaz, mint a... Hát, most már azt mondom, hogy ugyanaz, mint a Foodpanda, mert most a Foodpanda is ugye rákapott ezekre a bónuszozásra a kiszállított címek után. Tehát már ott sincsen olyan nagy különbség, de vannak ilyen, olyan különböző bónuszok, így volt ilyen őszi bónusz például a Voltnál, hogy nem tudom hány címet kell kivinned, és akkor kaptál még plusz pár tízezer forintot. Volt ilyen is, csak én erről ugye lemaradtam, mert én akkor főleg foodpandáztam, úgyhogy mondom, itt még nagyon sok mindennel nem vagyok képben, csak ugye ígértem nektek ezt a videót, és úgy voltam vele, hogy hát akkor megcsinálom. Mert hát miért ne? Most jó messzire visszam egyébként, tehát ez légvonalban volt valami 4, nem tudom hány kilométer. Ezek a jók egyébként, ezek a jó címek, főleg, hogyha nem foglalt műszakban vagy, mert ugye akkor az telibe ki lesz fizetve, bár mondjuk most lehet, ebben az órában a 2000-et azt már túl fogom szárnyalni, de várj, nem, de akkor ezt már következőben számoljam, ugye a leadás nézi, úgyhogy ez már következőben fog vele számítani. És innen meg, mivel itt ezen a környéken, hát vannak éttermek, amik a bolthoz tartoznak, mert végignéztem a listát, de hát azért eléggé kevés, és akkor inkább visszamész arra a részre, ami mondjuk ilyen, tehát onnan azért úgy bőven, hogy hát sokkal inkább jönnek a címek. Benne a budapesti zónában más, mert ott ahogy kiteszed az egyiket, nagyon nem kell elmozdulnod sehova, mert kapod a következőt, bár mondjuk pangós időszak az biztos, hogy van ott is. Na, hát ugrottunk az időben egy jó 2 órát, és szerintem ez lesz a... Ó, basszus, itt áll a sor vége. Ez lesz a videónak a vége szerintem. Nem azért ugrottunk az időben, mert olyan hülye kurva sok meló volt, hanem pont azért, mert baromira nem volt semmilyen munka. Úgyhogy, hát ilyen ez a voltozás. El voltam, igazából filmet néztem, tehát azon kívül semmi extrát nem tudtam csinálni. Úgyhogy ez sajnos ilyen. Délután még fogok foodpandázni, mert tudtam vadászni magamnak egy műszakot, ami nekem teljesen jó. Nagyon sok mindent nem mondtam el a voltozással kapcsolatban, de mondom, hogyha bárkinek bármi kérdése van, vagy esetleg valamit úgy érzem, hogy rosszul mondtam, akkor nyugodtan írjon, mert nekem még sok tapasztalatom voltozásban úgy nincsen. És az nem baj egyébként, hogyha más elmondja a véleményét. Természetesen lesz majd voltos videó még. Azt várom, hogy esetleg be fog indulni egy kicsit jobban az egész. Azt tudni kell, hogy január 1-től lehet már szép kártyával fizetni a voltnál, ami azért egy nagyon jó dolog. Eddig nem volt, és az egy kicsit megdobhatja esetleg így a rendelések számát, legalábbis ebben reménykedem. Hogyha már egy kicsit jobban bepörög, akkor majd lesz olyan videó is, amikor egy ilyen egész voltos napot végigviszünk, és akkor tényleg láthatjátok, hogy milyen a voltos meló. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban, én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!